óriási park. Nem kell túl drága helyre menni nyaralni. És itt a másik oldalon, ott is vannak azok gyönyörűek. Csak majd megmutatom közelebbről. Leszakadt a híd, ami oda visz. Ráment egy fa, ami valószínűleg a vihartól van. Ami tegnap este volt természetesen, amikor jött ki. Néha libegni fog a kamera, amikor épp hasra akarok esni. Amúgy tiszta víz, gyönyörű. Pedig most sincs 100%-os napsütés, de most is be van borulva. Megkeresem az ideális átjárókat. De amúgy deréknél tovább nem ér itt a víz. És ilyen kicsit ilyen keményebb. A sziklán van ilyen, szerintem egy ilyen pici homokréteg, mert egyáltalán süllyedek el. Na itt van még. Ez nagyon nagy. Nem is tudom, hogy került ide. És fölötte meg amúgy az őserdő. Majmok még nem láttam, pedig ki van rakva a tábla, hogy vigyázok majd. Megmutatom. Ott van az a, amire elborult. És elpasszálta az átjárást, pedig át akartam menni a másik részre. Közben lavírozok a halak között, de csomó kis hal van a vízben. Egy madárka van. Na ott is lehet látni. Teljesen nagyon jó. Elég jól néz ki. Szóval nem kell több millióért elutazni ilyen-olyan szigetekre. Vannak itt is óriás sziklák. De az például, az is nagyon menő. Ott találtam, ott alattam is. Hát szerintem azért én nem megyek el ott a másik szigetig. Az ott van. Mert ott már szerintem lehet úsznom kéne. És ezt is nem biztos, hogy szeretni. Engem. Dél-kínai tenger amúgy. És akkor ott is vannak pici nagy kövek. Ott a strand arra felé. Nem nagyon tetszik. Úgy az ott végig homokos. Nem is bajom, úgyhogy nem süt annyira rétegre a nap, mert így is iszonyú meleg van, és szerintem 1000%-os a páratartalom.